Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az MB3-as Maglód labdarúgó csapatának vezető, edzője. Ám a beszélgetés előtt egy fájdalmas hírről is beszélnünk kell. Meghalt Búzánszky Jenő. Az aranycsapat legendás védője vasárnap este hunyt el az esztergomi kórházban. Ő volt az aranycsapat utolsó élő tagja. Lépjünk tovább, már amennyire lehet. Herédi Attila, egykor az Újpest év játékos is voltál. Hogy emlékezel vissza Búzánszky Jenőre? Milyen volt vele a kapcsolatod? Mennyit találkoztál Búzánszky Jenővel? Jenő bácsival az MLS vagy a futball rendezvényein találkozott az ember. Sajnos élőben őt már nem láthattam futballozni, de az emlékek azok megvoltak, és nagyon nagy tisztelettel, szeretettel vettük körül a még élő legendáinkat. Közvetlen ember volt, akivel jó ízűeket lehetett beszélgetni. Egyáltalán nem éreztette, hogy ő mekkora sztár volt a maga idejében, úgy kezelt bennünket, mint egy nagy családtagjai. Ahogy elnézve a sport pályafutása befejezése utáni szakaszát, igazából a nagy csapatoknál nem edzősködött, nem. Lehet tudni, hogy miért nem? Ő nem akart, őt nem hívták, vagy ő neki jó volt az a megszokott kis világa, ahol ő dolgozott? Hát erről talán a családja, vagy ő maga tudott volna érdemi választ adni. Én úgy gondolom, hogy mindegyik szempontnak, amit felsoroltál, azoknak mindegyiknek lehet olyan motiváló tényezője, ami eldöntötte ő benne azt, hogy ő neki ez vagy nem hiányzik, vagy nincs érzéke hozzá, ugye hiszen erősen, az emberek... Hogy kötődött dologhoz. Tehát ott futballozott, ugye ott volt kétszer is edző, ugye jó sokáig, aztán technikai vezetője is volt a csapatnak. Tehát úgy neki, hogy a dolog az volt a... Hát általában az ilyen korú és régi vágású embereknek még a hazaszeretet szó mellett a klubhűség volt az, ami kitöltötte az életüket. Én úgy gondolom, hogy ez a mai világban már nincsen meg, de abban az időben majdnem, hogy egy klubban élték le az életüket az emberek, és oda vágytak. És ez ott volt érezték, a normális. Ott érezték, ez volt a normális, ott igen. Érezték jól magukat. Igen, igen. Te is ott lennél Újpesten, ha rajtad múlna. De én is ezen a régi vágású vonalon nőttem föl. Nekem is több mint 20 év az újpesti kötődésem, tehát nyilvánvalóan az embernek a szíve vágya, hogy ott élesse le az életét, ami majdnem egy második családja volt. De hát nem ott élsz, nem ott dolgozol pontosabban. Friss hír, ugye korábban arról beszélgettünk, hogy ott hagytad az edzői pályát, elmentél az MLS-be, ugye ellenőri? Igen. Teendőket ellátni, és akkor egyszer csak azt lehetett olvasni, hogy elfogadtad az utolsó helyen álló Maglód ajánlatát. Erről a csapatról tudni kell, hogy úgy utolsó, hogy 5 döntetlenje van, többi mind vereség. Tehát egyetlen egy győzelmet sem tudott abszolválni. Az Újpest egykori évjátékosának
El kellett ezt fogadni? Ezt a, mondjuk ki, ez egy halálra ítélt csapat. Ha viccesen fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy szeretem a kihívásokat. De ez már több. Ez már egy kicsit több annál, igen. A polgármester úr, a Tabányi Pállal, aki a klubnak az elnöke is, ő vele ültem le és beszélgettem, és akkor döntöttem el, nem mellékesen volt egy közvetítő kapocs a klub, és én közöttem őt Weisz Tamásnak hívják, aki valamikor Újpesten fiatalként a játékosom volt, itt Maglódon hosszú éveket húzott le, és sikeresen, és ő már a Strand fotballválogatottnak a szövetségi kapitánya, tehát ő az, aki szeretne egy kicsit segíteni a Maglódon, és úgy gondolták, hogy ragadjuk meg az utolsó szalmaszálat, és bennem látják azt, aki esetleg egy kicsit ki tudja rántani őket a gödörből. Úgy gondolom, hogy ha egy csapat 15 meccs alatt 5 döntetlent produkál, akkor ott több probléma van, ott nem csak edző, nem csak játékos, ott unblock az, ott el lett valami rontva. Egy hete dolgozom a fiúkkal, úgy gondolom, hogy egy picivel többet kaptam ez alatt a munka alatt, mint ami a pontszámuk alapján kinézett belőlük. Ami szimpatikus volt számomra az, hogy nem bennmaradás várnak tőlem. Természetesen meg kell próbálni, viszont megpróbálunk egy hosszabb távú koncepcióval fölépíteni valamit, ami szépen hangzik, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igen, Attila, igen, most ezzel most sok edzőtársad mosolyog nagyot, mert nagyon sok edzőtársadnak mondták ugyanezt, aztán idő előtt megköszönték a munkáját. Mondd már, hogy nem tartottad bent a csapatot. Pedig ugye a alapkoncepció már régen nem az volt, mikor oda vitték, legalábbis akkor más hangzott el. Hát igen, egy 5 pontos csapatnál úgy gondolom, hogy dőreség azt várni, hogy tarts bennünket, hiszen a még bennmaradó hely, nem, a még kieső helyen álló csapat, ami 2-vel előttünk, az Orosháza, ő 13 ponttal van előttünk, tehát ez több mint 4 győzelem. És neki meg 4-szer. Neki meg. Úgyhogy úgy gondolom, hogy valóban majdnem a reménytelen kategória. Itt nem is, még egyszer mondom, nem azt várják tőlem, hogy tartsam benne a csapatot, hanem próbáljunk kialakítani egyfajta olyan keretet, egy olyan szellemiséget, amire esetleg lehet építeni. Ez nyilvánvalóan, mivel a polgármester úr egyben a klub elnöke, szívén viseli az egyesület sorsát. Ha ő ezt úgy gondolja, abban maradtunk, hogy én elkezdem a munkát, soha semmit nem csináltam félgőzzel, tehát ezt is maximális odaadásra fogom csinálni. Ha a közös munkánk alapján úgy döntünk, hogy nekem is megfelelő, nekik is jó, attól függetlenül, hogy esetleg pontszámban nem érjük el a bennmaradó helyet, akkor majd beszélünk a jövőről. Tehát a fél évben maradtunk. Csak fél év. Fél évben maradtunk természetesen. Tehát most ez a hosszabb távú történet, ez lehet hosszabb távú, hogyha ha ők is úgy gondolják, ahogy megbeszéltük. Akkor meg... És nekem is tetszeni persze. Fog az a úgy az azon múlik, hogy mi van leírva. Soha nem azon múlik. Igen. Soha nem azon múlik, Józsi. Hát ez ilyen világ. Sajnán. De hát már hozzáedződtél. Hát én mondhatjuk azt, igen, hogy igen, már csak baltával lehet faragni. És sokáig, Vacil, láttál egyáltalán, hogy... Mert azt mondtad, hogy jól érzed magad MLS-be, ott jól el vagy, hétvégenként meccseken vagy, tehát az sincs, hogy elszakadtál volna végleg a labdarúgói közektől. Úgy gondolom, hogy akit megfertőzött valaha ez a fotballvilága, az edzői szakma, annak akkor, hogyha bíznak benne, és hívják valahová, és az ígéretek, vagy a megbeszéltek alapján lát benne fantáziát, akkor maga az a napi munka, az úgy gondolom, hogy hiányzik. Tehát olyat nem tudok elképzelni, hogy egy edzőnek, aki valaha edző volt, ne hiányozna az, hogy nap mint nap foglalkozon játékosokkal. Én is kíváncsi vagyok rá, hogy ez a keret, vagy ez a csapat, amelyik 5 pontot szerzett, ez hogy tudott ilyen kevés pontot összegyűjteni. Hány éve edzősködsz? Hú,
Az első, az edzőségem első éve az a 97-98-as újpesti bajnokcsapatnak a pályaedzői éve volt. Akkor most gyorsan kiszámoljuk, akkor 18. Utána? Hát nagyon sok, most nem is kellene. Rengeteg helyen voltam? Nagyon sok helyen voltam, és az a baj, hogy igazán mondhatom az egytől egyik, hogy mindenhol volt valami galiba. Most nem igazán arra gondolok, hogy az én szakmai hozzánemértésem miatt voltak váltások. Inkább úgy gondolom, hogy amit említettél, a megbeszéltek és a véghez vittek közötti különbség, így van. Hogy érzed edzői pályafutásodat, az mennyire teljes? Semennyire. Semennyire. És már nem is lehet teljes. Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet. Én úgy gondolom, minden egyes munkám alapján, vagy kezdetekor úgy döntöttem, hogy na most ezt aztán 100%-osan csinálom. A játékosaim visszajelzései alapján úgy gondolom, hogy nem is volt ez annyira gyenge mutatvány. Attól függetlenül sok helyen futottam bele olyanba, hogy a tulajdonos más gondolt, a pénz elfogyott. Szóval nagyon sok olyan helyzetbe kerültem, amit egy edző nem tud kivédeni. Tehát egy edző, nagyon rövid példa, ha emlékszünk a tavalyi év kezdetekor a Debrecen, úgy bukdácsolt, mint kevés csapat. Azt egy edző csak úgy látszik, csak Debrecenben tudja túlélni, és látjuk jól, az elemér előtte bebizonyította, hogy jó edző, bajnokságot nyert a Debrecennel, de olyan bukdácsolást, amit ő akkor azzal a csapattal együtt véghez vitt, a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy megérdemli azt, hogy ő csinálja tovább, bíztak benne, kiálltak mellette, és ismét ott vannak a bajnok aspiráns csapatok között. Lehet, hogy máshol azt mondták volna neki, hogy akkor most séta tovább, és megnézzük egy másikkal. Akkor neked már maradnak ezek a kisebb csapatok pro-licensz edzőként? Hát én úgy gondolom, hogy ezt is sokszor elmondtam, hogy a futball világában, vagy futballban edzősködni, az jó dolog. Hogyha valaki el kell tudni fogadni, tehát ha én most azon siránkoznék, hogy játékosként is voltak olyan lehetőségeim, amik végül nem kristályosodtak ki, nem alakult úgy az életem, lecsúsztam a világbajnokságról műtét miatt. Ha most az embere miatt a fejét a falba verné, semmivel sem lenne jobb. El kell fogadni azt, hogy az embernek futballistaként is van szerencséje, meg edzőként is van szerencséje. Tud olyan helyen dolgozni, ahol hagyják és segítik, meg sok olyan helyen kell dolgoznod, ahol nem biztos, hogy szerencséd van. Teszem fel, hogyha Magdóddal úgy szerepeltek, még lehet, hogy fel is hívod magadra a figyelmet magasabb osztályból. Hát nézd, úgy gondolom, hogy aki a futballban dolgozik, az... Tehát így is fel lehet fogni ezt a Maglódi kalandot? Így is fel lehet fogni, igen. Hiszen játékosoknak is azt szoktam mondani, hogy minden egyes edzés, mérkőzés az egy teszt. Soha nem tudhatod, hogy ki látja, ki értesül róla. Igen. Miből mi lesz. Miből mi lesz, így van. Hát igen. Akkor most Maglód. Maglód, én úgy gondolom, igen, nyílt szívvel és lélekkel várom a közös Mikor munkát. Mikor kezdődik a bajnokság? A bajnokság az február 28-ára van kiírva, hogy aztán az időjárás mennyire fog beleszólni, azt nem tudjuk. Hol kezdte, ki ellen? Mert azt szokták mondani, hogy az első mérkőzés sok minden meghatározhat. Hát sok minden meghatározhat. Ez nyilvánvalóan egy komoly feladat lesz. Az első mérkőzés otthon lesz a Kozár Michelinnyel, akitől az őszi fordulóban 7-2-re kapott ki a... És most hol áll a Kozár Michelin? A Kozár Michelin, a Vác az első, igen. Én azt hiszem, hogy az a második vagy a harmadik, most nem vagyok teljesen. Tehát ő ugyanabba a kategóriába tartozik, tehát a Vác a Szex
Szárd, azt hiszem, és a Kozár Mislen, tehát ők vannak ott a feljutó helyen, bár a Vác úgy gondolom, hogy kiemelkedik ebből a... Lehet, hogy a Kozár Mislen az első meccsen megveritek, akkor adhat egy olyan lökést a csapatnak, ami jó. Amiből még jól lehet kijönni. Én úgy gondolom, igen, hiszen ha logikusan belegondolunk, egy kikaptál 7-2-re egy klub életében a visszavágó. Ez jó, hogy ilyen csapat ellen kezdtek? Kezdéstek ez jó egyébként? Most, hogyha vissza emlékszel, 5 döntetlenünk van ebben a bajnokságban, tehát mindenki ellen nekünk tulajdonképpen, ha győzünk, az hatalmas siker. Jó, csak egy Kozár Mislen ott van a spiccen az első 3 között, tehát az nem... Ebből... Tehát mérvadó lehet, hogyha őt meg tudtuk verni, tehát a játékosok is építkezhetnek ebből, akkor utána a többieket miért ne? Ebből tudsz profitálni, tehát ebből jól ki tudsz jönni. Ha még győzelem nem sikerülne, akkor is azt mondom, hogy a mutatott játék... A polgármester úrral való beszélgetés alapján úgy fogalmaztam én, hogy azt szeretném, hogy végig maradjon esélyünk arra, hogy benn maradhatunk ebben az osztályban. NB3-ban profi vagy amatőr játékosok vannak? Amatőrök vannak. Tehát itt nyilvánvalóan ahhoz is kell szabnia az edzésmunkát, az edzés kezdetet, hogy a játékosok... Tehát mindenki dolgozik, ugye? Mindenki dolgozik. Itt nincsen profi játékos, sőt, jelen pillanatban elég kevesen is vagyunk. Nyilvánvalóan az eredmények alapján erősítésre szorul. Úgyhogy ebben az időszakban viszont az olyan játékos tudsz igazolni, aki máshonnan el akar jönni, vagy elküldik. Úgyhogy nem könnyű a feladatunk. Meg kell próbálni egy... És honnan fogsz igazolni? Hát ez jó kérdés. Az ember ilyenkor próbál a saját munkába. Vácról nem valószínű, hiszen aki a Váci... Csak azért, mert ugye a Váci utánpótlásnál dolgoztál. Így van. Tehát ugye nem a felnőtt csapattal, tehát lehet egy-két olyan fiatal, aki nem tudott ott följebb lépni, és esetleg akkor... Mert csak egy ilyen paraszt észre. Lenne. Most nyilvánvalóan, aki ott fotbalozik még, annak... Ott is úgy van fölépítve a klub, hogy a fiatalok már szerződést kaptak a felnőtt csapattól, tehát nagyon sokan ifjúkorú játékosok játszanak fönt a Jánosnál, úgyhogy nem hiszem, hogy onnan tudnék játékost igazolni. Van a fejemben olyan, aki volt játékoson Vácon az utánpótlásban, és el tudnám képzelni. Még nem értem el őt, hogy tudjak vele beszélni. Ilyen gondolataim vannak. Nyilvánvalóan, akikkel dolgoztam, azokból próbálok csemegézni. Hát igen. Meggondolom, játékos ügynökök NB3-ba nem jönnek. Ez NB3-as csapatok nem arról híresek, hogy nagyon... Hát nincs pénz, nincs miért jönni a játékos ügynöknek, így van, nincs profit neki. Így van, tehát most ez tulajdonképpen majdnem, hogy egy amatőr szint, ahol azért fotbaloznak, hogy... Na most itt mivel tudod őket motiválni? Mivel lehet őket motiválni? Kell-e egyáltalán? Lehet, hogy nem is kell. Ezt is szoktam mondani, tehát hogyha valakit motiválni kell, akkor az nagy baj, én úgy gondolom. Tehát legyen elég motiváció az, hogy győzzön. Meg mindenki bebizonyíthatja azt, hogy az előző szezon szereplése az csak egy csúnya bukta volt, meg le is veheti, dobhatja magáról a felelősséget, mondhatja azt, hogy ez most innentől kezdve nem a mi hibánk, tehát most oda lehet tenni magát és csinálnia. Te ezt nagy kihívásnak tartod egyébként, hogy most egy 0 győzelemmel produkáló csapatból esetleg kihozzá jó pár győzelmet? Hogyne. Tehát de soha nem hátráltam meg a feladatok elől, játékosként sem, edzőként sem. Most itt ez a feladat. Amikor volt olyan, ahol oda kerültem csapatokhoz, ahol a feljutás lett volna a cél, vagy volt a cél, itt most az, hogy próbáld bent tartani a brigádat. Most még egyre nagy csend van, az NB1-es csapatoknál is. Van, ahol még majd csak most fog elkezdődni a felkészülés. Még ilyenkor minden szép és minden jó, ugye?
Ilyenkor igen, tehát ez a... Mi azt szokták mondani, hogy csak az a... Csak a meccs ne lenne, addig igen. Nincsen baj. Igen, igen. Mit vársz az Újpesttől? Így, hogy még nem tudni, hogy mi lesz az erősítéssel kapcsolatban. Hát úgy hiszem, hogy az Újpest edzője, vagy az Újpest csapata kihozta a keretéből a maximumot. Az én véleményem ez. Hiszen ezt is sokszor nálam okosabbak is lenyilatkozták, hogy csatár nélküli csapatból ilyen egységes, sok pontot összegyűjtő csapatot csinálni, ez nem könnyű. Tehát én úgy hiszem, ez a maximum. Nyilvánvalóan most ugyanaz a feladat, ami idáig volt, hogy egy olyan csatárt igazolni, vagy olyan csatárokat, akik gólokat lőnek. Csak mi van akkor, ha megjönnek a csatárok, igazolnak, és most meg hirtelen hátul összeomlik. Nézd, ez a szerkezet. Ez a szép feladat. Tehát most az edzőnek ez a szép feladat, hogy... Mert azért nem ilyen egyszerű, hogy most nem, van egy csapat, most jönnek csatárok, akkor már beülük a helyzeteket, és akkor már ennyi pontunk. Azért ez nem így fog működni, nem így működik az életben. Nem bizony. Ez a szép az edzői feladatban, hogy úgy megtalálni a támadás és a védekezés arányát és egységét, hogy egyik sem menjen a másik kárára. Tehát nyilvánvalóan, hogyha... Jenő bácsék idejében mondták ezt úgy, hogy lőjünk elől egy góllal többet, mint amit mi kapunk, csak a mai világban ez egy kicsit másképp működik. Tehát itt kihaltak jóformán a posztok, mondhatom így, hiszen aki fönt van a pályán, annak egységesen kell tudnia védekezni, támadni. Ez a szép feladat ebben, igen, hogyha a túl nagy előnyt adsz, vagy sanszot a támadásnak, akkor ne nyíljál ki hátul, igen. Különben baj van. Akkor érdekes lesz az Újpest, ugye? Én úgy hiszem, igen. Tehát egy edzőnek mindig azt szabja meg. Tehát, hogyha minden feltétele adott, van csatár, van védő, minden van edzés lehetőség, kapusa. Minden megvan, akkor lehet bebizonyítani, hogy most ő milyen kvalitású edző. Tudja hozni az eredményt, vagy sem. Hiszen Újpesten is attól függetlenül, hogy már egy óta erről beszélünk, Újpesten sem számított soha semmi más, csak az, hogy győzni minden egyes fellépéskor. Akár idegenbe, akár otthon. És ezt lehet, hogy egy kicsit, aki nem ebbe élt, ezt nem tudja elképzelni. Sok olyan játékos volt, aki nagyon jó játékos volt, de az Újpesthez kerülve nem bírta ezt a nyomást. Ez edzőként ez ugyanígy van. Persze. Tehát most van, aki nagyon jó edző volt máshol, de az Újpesthez kerülve nem tudta ezt úgy magáévá tenni. Hát Újpesten semmi más nem számít, csak az, hogy egy Újpest szintű klubnál semmi más nem számíthat, csak az, hogy nyerje minden meccsen. Hát igen, szurkolók, ezt szerették is, mentek is annak idején. Most, Megyeri útra. Most szomorú látvány volt egy-két mérkőzésen, kim voltam 2-3 ezer nézővel. Akkor neked nem lesz meglepő egy maggódi mérkőzésen az a 500-700 néző? Hát ez más kaliber, tehát itt úgy hiszem, hogy az ilyen szintű csapatoknak arról szól a fotballja, hogy azt a kevés hazai kilátogató szimpatizást kiszolgálják, nem is igazán szurkolókról beszélünk. Maglódról hallottál visszhangot? Az utca embere hogy fogadta, hogy Herédi Attila érkezett oda? Nem hallottam, de úgy hiszem, hogy hát bízom benne, hogy pozitív előjelekkel, aztán nekem kell bizonyítanom, hogy... Akkor most hajrá, edzés, heti 5 edzés, hogy mennyi van az amatőröknek? Az alapozási időszakban igen, most 4-5 edzéssel elkezdtük, aztán nem is nagyon lehet ezt tovább feszegetni, hiszen tényleg van olyan, aki éjszaka szállít ki. Dolgoznak. Van, dolgozik, persze, családos emberek itt. Már az idősebb játékosok beszélgetve már van, akinek nyilvánvalóan nem az a legfontosabb, hogy 37 évesen, 38 évesen, minden edzésen ott legyen, hanem szeretne fotballozni is, szeretne nekem segíteni is, de viszont van egy családja. Igen, el kell tartani. Hát Attila, sok sikert kívánok ez a izgalmasnak tűnő kalandhoz. Köszönöm szépen.
további sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.